két nagy oka volt, hogy büntetőjogot választottam. Az egyik az az, hogy ott lehetett a legkönnyebben olyan professzort találni, aki bevállalta a téma is tápolását, és nekem annyira rohanhatnékom, sietnékem volt a való világ felé, mert tudtam, hogy önellátó vagyok, tudtam, hogy pénzt kell keresnem, és pénz nem abból születik, hogy 4 éven keresztül az ókori jogot hasonlítod össze a mostani szerződéskötési feltételekkel. Így ez volt az elsődleges ok. Másodlagos ok, hogy 10 éves korom óta átéltem a Bécsi Magyar Nagykövetségen és a konzulátuson, ahol szintén a szolgálati lakások is ott voltak, hogy mi történt a bajba jutott magyarokkal. Ahogy mentek be a konzulhelyettesek a börtönbe, láttam az aktákat, 16 éves korom óta fordításokra vittek, ahol figyeltem, hogy hogy megy gyakorlatban a dolog. És akkor született meg az ötlet, hogyha én már úgymond kiskorom óta folyamatosan látom, hogy hogy zajlik az előzetes tárgyalás, mi a különbség a között, hogy ez a bíró jön, vagy az a bíró jön, mi a különbség a között, hogy volt nálam kábítószer, de csak saját fogyasztásra, vagy esetleg vittem volna valamit más országokba is. Ez volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy milyen elmélet van mögötte.